hello, sziasztok! Remélem jól vagytok. Most a tengerpartról fogok egy pici francia leckét így összehozni nektek, ha sikerül. Nézzétek, milyen szép ez a hely. Nem tudom, mennyit láttok belőle, mert hogy őszinte legyek így, amikor így filmezek, nem látom, hogy mit filmezek, de mindegy. Nagyon süt a nap, és így belesüt a képbe, és nem látom, hogy ti mit láttok. Nem baj, majd kiderül. Na jó, szóval ma remélem, hogy jól halljátok, hogy mit mondok, mert azért elég zajos ez a hely, de nagyon meleg van mostanában, és úgy gondoltam, hogy vízből fogok filmezni. Szóval ma tanuljuk a menni igét, ami úgy kell mondani, hogy ali, menni. A mostani idő, most már megint elfelejtettem, valaki megírta nekem a másik videóm miatt, hogy a mostani idő az mi lenne magyarul, de most így hirtelen megint elfelejtettem. Nem a jövő, nem a múlt, hanem a mostani idő. Na mindegy. Valahol le van írva, de most így lusta vagyok megnézni. Szóval a mostani időbe a menni elég érdekes ragozása van, mert aller, az úgy kell ragozni, hogy én megyek, je vais. Je vais. Semmi köze az aller szóhoz, mi? Je vais. Ez így van, francia. Tu vas, te mész, tu vas. Ő megy, il vagy el, tudjátok már, ha nő vagy férfi, vagyis férfi vagy nő, il, el, il va, vagy el va. Aztán mi megyünk, nous allons, nous allons. Ti mentek, vous allez, és ők mennek, ils vagy elles vont, ils vont. Szóval je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. A múltkor beszéltünk a jönni igéről, venir. Ha például azt mondjuk, hogy allez, viens, szóval venir, emlékeztek arra, hogy je viens, ugye? Allez, igen, menni, allez, jönni, vagyis allez, viens, menni, jönni. Tudom, ez egy kicsit bonyolult, de ez a allez, viens, az franciául azt jelenti, hogy na, gyere! Ha valaki azt mondja nektek, hogy allez, az azt jelenti, hogy na, allez, na, csináljuk ezt, tudod, na, allez, viens, on fait ça, na, gyere, ezt csináljuk, on fait ça, ezt csináljuk, on fait, mi csináljuk. A on az olyan, mint a nous, ez egy ilyen il, el, on. Ez a ő, férfi, ő, lány, vagy mi, de ilyen laza mi. Ezt nem tudom, hogy ez így érthető-e, vagy nem, de ilyen lazaszerűség. A nous az ilyen hivatalosabb, és a on az ilyen lazább, szóval allez, viens, on va au cinéma, például. Na, gyere, menjünk a moziba. Allez, viens, on va au cinéma. Allez, viens, on va au cinéma. Na, gyere, menjünk a moziba. Így nagyon tükröz a víz, aztán elég nehezen látok. Vagyis elég nehezen tartom nyitva a szemeimet. Adok egy másik példát, például aller en vacances, menni nyaralni. Mondjuk azt, hogy ils vont en vacances, ők mennek nyaralni. Ils vont en vacances. Ils vont en vacances.
vacances az a nyaralás. Szóval ils vont en vacances. Ez a il, ezt tudjuk, hogy mikor kell használni, azért, mert ha például csak nőkről van szó, szóval ha csak nők mennek nyaralni, akkor elles vont en vacances. De ha, mit tudom én, van 10 nő, és van köztük egy férfi, akkor már ils vont en vacances. Mert a férfi mindig franciában, a férfi mindig nyer a nőn. Ami nem úgy kéne, hogy legyen, de mindegy, inkább fordítva kéne, hogy legyen, ebben mindannyian megegyezünk, ugye? De mindegy, ez franciában ez így van, hogyha egy pasi van a csoportban, akkor az már ils vont. Szóval ils vont en vacances. Mennek nyaralni. Akkor adok még egy példát. Je vais à la plage. Megyek a tengerpartra. Je vais, én megyek, à la plage. A tengerpartra. Plage az a tengerpart. Ezt nem úgy mondjuk, mint magyarul, nem mondjuk bele a tenger szót. A plage az a part, de azt tudjuk, hogy az a tengerpart. Plage. Szóval je vais à la plage. Megyek a tengerpartra. Tu vas nager? Te mész úszni? Tu vas nager? Tu vas nager? Te mész úszni? Úszni az a nager. Tu vas nager? Il va faire du bateau. Ő megy hajózni. Il va faire, ő megy csinálni, du bateau. Bateau az a hajó. Il va faire du bateau, ő megy hajózni. És adok egy utolsó példát. Vous allez sortir ce soir? Ti kimentek ma este? Úgy értve, hogy elmentek el valahova vacsorázni, vagy szórakozni, vagy mit tudom én. Vous allez sortir, sortir, az kimenni, azt hiszem, hogy már tanultuk. Ce soir, ma este. Vous allez sortir ce soir? Nagyon sok R betűk vannak mi. Vous allez sortir ce soir? Na szóval ti kimentek ma este? Mert én nem megyek ki ma este. Otthon leszek, mert nagyon meleg van, és ezt a videót majd felrakom YouTube-re. Na jó, remélem, hogy jól vagytok. Ezzel is most befejezem ezt az új francia leckét, és nem sokára találkozunk egy másik francia leckén. Sziasztok! Tanítok nektek egy utolsó mondatot csak azért, mert most van a naplemente. Remélem, hogy jól halljátok, hogy mit mondok. Viens, allez, viens! On va voir le coucher de soleil. Na, gyere, menjünk, nézzük meg a naplementét. Allez, viens! Na, gyere! On va voir, mi megyünk megnézni, le coucher, az a lemente, de soleil, a nap lemente, le coucher de soleil. Allez, viens! On va voir le coucher de soleil. Na, gyere, nézzük meg a lementét, és megmutatom nektek, hogy itt mi jön. Sziasztok!